GMGM, és üdvözlök mindenkit itt egy újabb Afilion Web 3 videóban. Véget ért a nyaralás, rengeteg dolog történt már május első két hetében, de még rengeteg dolog fog történni májusnak a következő felében, és ezt a közel két hetet, amíg nyaraltam és nem voltam itt, most megpróbálom nektek összefoglalni, hogy mik történtek a kriptó. Airdrop, DeFi, NFT világába, és hogy mire számíthatunk még itt májusban. Úgyhogy, hogy ezt ideket most érdekel, akkor mindenképp maradjatok velem. A videó nem tekinthető befektetési tanácsadásnak, blablabla, bla, bla, de ezt már úgyis tudjátok. Ja, és iratkozzatok fel! Megfogadtam, hogy ezen a nyaraláson jobban fogok fókuszálni a nyaralásra és pihenni fogok, de rengeteg dolog történt. Egy-két posztot talán megosztottam veletek is itt a YouTube-nak a közösség fülénél, meg egyébként itt a YouTube csatornának a Discordján is, de a fő fókuszom a zonomóra maradt, úgyhogy reggelent, amikor fölkeltem, egy-két órát foglalkoztam ezzel, majd csak is kizárólag a nyaralással, de rengeteg dolog történt, amíg én nyaraltam, akár itt a Zonomóba is ilyeneket olvastam reggelente, amit szerintem egy nagyon pozitív dolog így napindításához, például Sainak a posztja, hogy már 10 évre megvan a Zonomó előfizetés, és még sehol az igazi bika, itt egyébként leírta, hogy igazán jó befektetés voltatok, régen mindig spurkodtam sajna, de tényleg látom, hogy nagyon jó ez a közösség, és megérős a történet minden szempontból, és ugyanúgy, mint mi, Mókussal mindig a hétfőt várom, már azóta pedig sose volt a kedvenc napom. Ez egy tök jó pozitív visszajelzés, mi is mindig várjuk a hétfőt Mókussal, hogy beszámolhassunk nektek a zárt csoportunkba a különböző hírekről, és hogy mire számítunk, és hogy mi mit csinálunk itt az egész kripto-airdrop NFT világában. Egyébként óriási pörgés volt a Fantasy házatáján is, amiről beszélni fogok egy kicsit. Tök jó volt azt is olvasni, hogy rengetegen több mint egy ethereum tudtatok összekaszálni azzal, hogy a Fantasy-be az elején részt vettetek, és Mókus, amíg én nyaraltam megosztotta veletek azt, hogy milyen kártyákat lehet érdemes összeszedni az elején, és ezeknek az ára óriásit ugrott, és óriási gold alokáció is kaptak, volt, aki ebből a párnapos profitból vett egy patétoszt, úgyhogy ilyen dolgok történtek addig, amíg én nyaraltam, de megpróbálom nektek ezt most összefoglalni, hiszen a blast kitette, hogy a Gold Distribution 3 is no live. Tehát a harmadik gold kiosztás is megtörtént a deppeknek. Van köztük olyan depp, aki még a másodikat se osztotta ki. Egyébként itt is már az első helyen szintén a Truster volt, több mint két és fél millió goldal, majd a Fantasy ismét óriási alokációt kapott, két milliót uh, gold pontokat, és a District 1 szintén a harmadik lett másfél millió ponttal, amit majd egybe fog egyébként kiosztani. Itt megnézitek a Blastot, akkor nagyon fontos, hogy folyamatosan egyébként itt érkeztek azok a lehetőségek, hogy itt a Gold Jackpot hűlnél be tudtunk tenni 8 különböző dolgot, vagy egy NFT-t, vagy különböző kriptovalutát itt a Blast házatan, ami nekünk van, amit birtokolunk, és akkor ezekkel lehetett nyerni egy ilyen Gold kiosztást, amelyik projekt éppen megnyerte, most jelenleg egy, egy egész 3 millió gold várakozik. District 1, amiről beszéltem nektek, ez a social media felület, ez most fogja kiosztani majd a jövő héten az második, harmadik gold alokációját, úgyhogy ha még szeretnétek csatlakozni, akkor ezt megtehetitek természetesen, találtok hozzá egy linket itt a videó leírásában. Egyébként újdonság, hogy már az NFT-t is be tudjátok tenni, és itt érdemes egyébként csetelni, érdemes gyűjteni a gemeket, hiszen a gold és gem fül alatt ugye megtaláljátok azt is, hogy jelenleg ez a második epok, úgyhogy hamarosan fog érkezni a Gold kiosztás és a Gem kiosztás, és ugye ez alapján kapjuk majd itt az airdropot e is külön. Aztán tovább mennék a fantasy amiről inkább Mókus tudott tök jó összefoglalót írni, pont pár napja írta le Zonomóba, hogy mit érdemes most csinálni, hiszen itt is megvolt a kiosztás. Szerintem még mindig nem késő ezt elkezdeni, hogyha szeretnétek ezen részt venni, találtok hozzá egy linket itt a videó leírásába. Erről már röviden beszéltem egy előző valamelyik videóban, hogy miről van szó Pontosan. De, de térjünk rá az érdekesebb témákra. Layer Zero között volt egy-két érdekes hír a napokban, amíg nyaraltam, amire ki fogok térni, hiszen, mint mondtam, nektek a zonomóban a zárt csoportunkba folyamatosan tettük ki a híreket. De még mielőtt erre rátérnénk. A Layer Zero, ez egy pozitív, legyen egy kis pozitív hír is a Layer Zero kapcsolatban, bejelentette, hogy a különböző deppek használata akik bekerülnek ebbe a kosárba, extra alokációt kapnak egyébként ebből a Layer Zero Airdropból, ami szintén ebben a hónapban fog érkezni, és köztük ilyen a Clusters is, ezt már tudjuk, ez biztos hogy a többi milyen dappok lesznek benne, azt majd, ha megtudom, megosztom veletek folyamatosan, de azt tudom, hogy a clusters az benne lesz garantáltan. Ez egy ilyen domain szolgáltatás, ugye itt a Layer zero úgyhogy akinek ez még nincs, vagy nem hallott róla, az nézze vissza az erről szóló videómat, vagy pedig próbáljon regisztrálni, és magának kibidelni egy domain nevet, linket találtok itt a videó leírásában. Aztán ami szerintem a legjobb volt és a legérdekesebb volt, ami meglepet minket, hiszen rengeteg eldroppot kaptunk az elmúlt ö, két hétben, amit mindjárt megmutatok nektek aminek a segítségére a zonomos napi híreket fogjuk venni, hiszen mi próbáljuk veletek mindig megosztani a nap történéseit a, a, zárt csoportunkba, azért, hogy aki nem tudja követni a rengeteg információt a különböző szobákba, vagy nem tudja nézni a YouTube videókat, vagy nem jutnak el hozzá a hírek, akkor egybe összegyűjtve meg tudjuk nézni, hogy ezt fogom most nektek segítségül venni itt ebbe a videóba is, de ez a spektra, spektrum, eldrop, ez teljesen meglepet minket, miután megkaptuk egyébként a több különböző Eldropott, ez a meglepetés, eldrop volt az, ami a legtöbbet nyújtotta. Hiszen mindig is mondtam nektek, hogy vannak olyan eldropok, amiket nagyon várunk, és nagyon csalódás lesz, vagy pedig csak kicsit lesz csalódás, de annyira nem lesz jó, mint várnánk, és vannak olyanok, amit egyáltalán nem várunk, és meglepnek minket, ilyen például ez a spektrum. Itt, hogyha beléptek a tárcátokkal, a metamasz tárcátokat összekötitek ezzel az oldallal, akkor ide be tudtok lépni, és itt ez a base hálózatán van, ide a legfelsőre kell menni, és itt kiírja, hogy eligible vagytok-e, vagy nem. Mi kellett ehhez? Ehhez például Pudgy pingvin birtokosnak kellett lenni, vagy pedig a Caster-en kellett aktívnak lenni, amit mókosan mindig ajánlottunk nektek, hogy ezt érdemes csinálni, gyűjteni a pontokat, és itt is ugye megvolt az airdrop, erről még a nyaralás előtt beszámoltam nektek, de itt van a következő szezon, és lehet csinálni, szóval ha aktívak voltatok, kaptatok még ezen az airdropon kívül, ebből a spektrumból is, én nem ezzel a tárcával csináltam, 64 darab spektrát kaptatok egyébként, ami föl is szaladt árban 14 dollárra az elmúlt 24 órában, de még mindig 17%-os pluszban van, és jelenleg 11 dolláron van, ami azt jelenti, hogy az a 64 darab, amit kaptunk, airdropban az 700 dollár fölött van jelenleg. Ne felejtsétek el, hogy ez a base hálózatán van, és egyszerűen a metamazba, a swap funkcióba ezt át tudjátok váltani. Elmentek a swapra, kikeresetek a spektrumot, itt ha nincsen benne, akkor bemásoljátok itt a kontraktot, és amit itt megtaláltok, itt van ez a kontrakt. Ezt innen szépen kimásoljátok, a bézes kontraktot, az nagyon fontos, lenyitjátok itt a Metamaskot, swap token kiválasztás, beillesztés, meg is találja a Spectra tokent, és innentől kezdve, hogyha van, akkor át tudjátok váltani, amire szeretnétek. Szóval, térjünk is rá arra, ezeken a pozitív híreken belül itt a Zonomóban nekünk, ugye, ahol szoktuk megosztani veletek a különböző dolgokat, különböző szobákba, van egy napi hírek szobánk is, ami Ben, fontosan megosztjuk veletek a híreket, itt egészen pontosan, negyedikén is mód, hogy mikor fog indulni, az Azuki-ról is volt szó, Layer Zero, mindenről, de a legutolsó ö, híreket, például nyolcadikától, ami érdekes, volt, hogy a Zero Land Eldropot megkaptuk, amíg nyaraltam, ezt tudjátok csekkolni, ez nem volt egy nagy eldrop, én talán valami 100 dollárnyit kaptam első körben, úgyhogy ez egy ilyen negatív... Ö, meglepetés volt, pedig ezt nagyon farmoltam, de ezt a linket beteszem most ide a leírásba. Aki csinálta a Zero Landet, az tudta igényelni már az airdropot. Aztán meg volt a mód airdrop is, amit egyébként a bybit egy 500%-os el lehet stékelni, szóval ha még nincsen uh, bybit akkor link ugyanúgy itt a leírásba de így néz ki az is a mód. Én, jelen, én egész jó eldropot kaptam itt a módon, én nagyon aktívan használtam ezt a mód házatot, közel 2500 dollárt sikerült végül bekaszálnom ezzel, pedig az elején elég netszes volt, mert mire be tudtam küldeni a Bybitre, fele annyit ért. Szóval a mód eldropot is megkaptuk. Akinek kevés pontja volt, az, azt olvastam, hogy csalódott volt, hiszen egy 200 dollár tudott ezzel bezsebelni, sokkal nagyobbra számítottak az emberek, de ezt is megkaptuk, és lesz még itt eldrop, egyébként lehet ugyanúgy tovább farmolni, és a Bybit-en stékelni, vagy hivatalos oldalon. A Moka Priscil eredmények is megérkeztek, és ezt meg tudjátok nézni hogy kinek sikerült végül itt ezen a linken, amit beteszek szintén majd ide a leírásba, meg tudjátok nézni, hogy sikerült-e nektek a public szélen részt venni a különböző meghívó kódokkal, és akkor ez az airdrop e a mokától is ebben a hónapban fog érkezni. Aztán a fantasy, amiről Mókus ugye beszélt rengeteget, én nem tudtam vele sajnos foglalkozni, de mint mondtam, rengetegen több mint egy etert összetudtatok ezzel szedni, ezzel a kis tournamenttel a kártyák árának az emelkedésével, plusz azt se felejtsük el, hogy több mint száz goldot kapott Mókus is az első szezon zártával, és most megérkeztek az új influencerek is egyébként ebbe a kártyajátékba, úgyhogy érdemes lehet ezzel is talán még foglalkozni, már csak azért is, mert több mint 100 goldot az első körbe ki lehetett szedni. Aztán bekerült a blast, a, a, ez ugye mondtam nektek, ez a blaston, bekerült ez a lehetőség, itt a blaston, ez a gold jackpot, ahova meg tudjátok adni a saját koinjaitokat vagy NFT-teket, és itt is volt egy airdrop, e ugye gold kiosztás, az első, a big token nyerte az a meme közül, 85 ezer goldot osztottak ki a holderek között, és itt már ebben az esetben másfél millió gold van a jackpotban, amit már kiosztottak, és most is 1,3 millió, úgyhogy eléggé megszórják most a NFT és a coin tartókat. Aztán itt a Spectra, amiről beszéltem nektek, Pagy tulajdonosok és a azok, akik aktívan részt vettek, akik Várkasztoztak, mondom, mindenképpen nézzék meg ezt az ingyen lehetőséget, hiszen sokan nem is tudtak erről a lehetőségről. Engem is meglepet egyik reggel, hogy ezt lehet igényelni, pedig erről nem is tudtam. Aztán a Kimex Exchange airdropot is lehet egyébként már igényelni, ami tök jó volt nekem, két dollárt is ért. De ért valamit. Aztán ami érdekes még az, hogy a Zeta Market eldropjának az 1%-át különböző communitynek osztja ki, ilyen köztük a Jupiter, a Pyte és a különböző stakerek, ahol egyet tudtok választani, hogy melyik, melyik ö, közösséghez szeretnétek csatlakozni. Itt a Zeta Marketet már többször megosztottam veletekben, van a táblázatomban is, és itt tudtok ehhez csatlakozni. És itt van az, hogy Competition fül itt jobb felül, és itt ki tudjátok választani, hogy melyik communityhez csatlakoztok. Mindenkinek van feltétele, ha Jupiter-t akkor legalább 100 Jupiter-t kell és akkor tudtok csatlakozni. Ha Pythot, akkor legalább 1000-et, ha Debridget-et használtátok, ezek ugyanúgy megtaláltátok az összes videómba, legalább öt tranzakciót, tudtok ide is csatlakozni, medlec birtokosok vagytok, tenzorián szeneptétek van, akkor is tudtok ezekhez csatlakozni, ezt a kettőt pedig nem ismerem, és akkor természetesen itt kell még trédelni, és így tudtok ilyen Z token szerezni, hogy a z a saját tokenje lesz, erre még közel 9 napotok van egyébként, úgyhogy ha ezzel foglalkoztok, érdemes lehet megcsinálni. Aztán aztán megosztottam veletek azt is, hogy a DOP eldobban, hogyha részt vettetek, akkor most tudtok csatlakozni ez a szeremónia kampányhoz, ami már talán a mainnet indulásának az előszere lehet, úgyhogy ezt ide leteszem nektek a videó leírásába, pár kattintás, és akkor tudtok csatlakozni ez a szeremóniához. Érdemes lehet megcsinálni, hogyha a DOP-n részt vettetek. Aztán itt is ismét arról volt szó, hogy a Pakmun nyerte a Blast negyedik eldrop körét, ami egyébként már másodjára nyerte meg, és én is kaptam azt hiszem, hogy 28 goldot, meg a második körben 23 goldot, csak azért, mert volt egy kis pakmun alokációm. Aztán nagyon fontos, hogy aki használja a jumpert, ugye ez egy ilyen ö, olyan lehetőség a jumper, amin lehet hidalni házatok közül, és swapolni is, tehát egy ilyen multi-swap Különböző házatok közül a galaxy elérhető egy kampány, ahol módot lehet nyerni, hiszen a mód is bekerült a jumperbe. Aztán nagyon fontos, ami nagyon-nagyon érdekes szerintem, hogy a Sanctum, miről beszéltem, szerintem jelenleg a legjobban megérős szolánás platform, ahol lehet stékelni a szolánát, és ezt ugye liquid stakingként be lehet tenni tovább más lehetőségekbe, hiszen infet kapunk, infcoin kapunk ezért cserébe, akár kaminóba vagy margin tovább tudjuk vinni, és lezárult a season 1, és a season 2-ben a helyes válasz, amit meg lehetett adni, ez az Evenstar katedrál, megvan a harmadik válasz is, azt is be lehet adni, és így lehet ugye ezt a Dropot is farmolni. Itt, hogy ez hogyan van pontosan, ez a szanktum, ahol a szolánánkat stékeljük, és ilyen kis monyokat tudtunk szerezni ezért, például, hogyha infinity holderek vagyunk, akkor is, hogyha a tárcánkban van, meg akkor is, hogyha például kaminon lekötjük, kapjuk ezeket a százalékokat. Itt van fölül, hogy nekem már 16 millió pontom van, és ez a kis inf monyom, már itt látszik, hogy a harmadik evolúció 95-ös szinten van, de már erről beszéltem nektek más videóba is, hogy ha ezeket a különböző liquid staking szolánákat tartjátok, akkor a többi kis mondt is lehet nevelni, és ez a Wonderland, ezt itt látjátok, hogy Quest 1, Quest 3, Quest 1, és itt kellett megadni a helyes válaszokat, ami egyébként extra pontot jelent nekünk. Ez egyébként bekerült a táblázatomba is, és itt látjátok, hogy ha a táblázatomba a Solana főre mentek, akkor itt van, hogy Sanctum Wonderland. Ide csak hamarosan írtam, mert lényegében a Sanctum és a Wonderland az egy és ugyanaz, úgyhogy ha a Sanctumra regisztráltok, akkor vagy erre a linkre, itt a minden link kattintható, vagy itt a Wonderlandre kattintatok, és akkor bekerültök erre a felületre, ahol nincs már dolgotok, mint az Infinity fülön felül szolánát lekötni ezen a platformon, amiért infet kaptok cserébe, klasszikus, ugye liquid Restaking, és hogyha van infetek, akkor itt a Wonderlandbe ezeket a kis monyokat már tudjátok gyűjteni, az infér például ezt a fekete infinity monyocskát kapjátok, és ugye a pontokat természetesen, ami a pont gyűjtésével, ugye itt fel tudjátok szintezni magatokat, és majd az airdropot e meg tudjátok szerezni. Ez a Sanctum Pet, amit én csak monyocskának hívok, ez 18 különböző darab egyébként. de térjünk is vissza a táblázaton kívül, egyébként a Blast, itt a Blast L2-nél minden link bekerült, ami a blast kapcsolatos, amit én is használok, úgyhogy ezt tudjátok ti is használni, ezt a táblázatot. És végül még pár érdekes dolog, amit szeretnék veletek megosztani, amikor el voltam Párizsban a Mimland eventen, ott ezt a fever Fever Appot ismertem meg, és rájöttem, hogy egyre több community használja ezt a Fever, vagy csak azt mondták, hogy haver appot, és erre tudtok regisztrálni, teszek egy leírásba egy linket ehhez, és ezt a telefonotokra tudjátok letölteni, telefonon regisztrálni, és akkor tudjátok használni ezt a lehetőséget, és ami fontos, hogy ha van már meglévő regisztrációtok, és sikerült csinálni egy számlát, akkor itt ez a Airdrop kampányban részt tudtok venni, ahol beírjátok a regisztrált neveteket, nekem ez az Affilion, és akkor meg tudjátok nézni, hogy ebbe az alokációba egy social airdrop lesz, majd itt kioszva, és én 207 social tokent fogok majd itt egyelőre kapni. Itt látszik az, hogy miért érdemes szintezni, magasabb szintre jutni, akkor nyilván több ilyen airdropot kaptok, nem tudom, hogy mennyit fog érni, de szerintem, hogyha ezt a felületet használjátok, ezt a Fevert, akkor érdemes, ezen is részt venni. Aztán itt, hogyha beszéljünk a Layer egy kicsit negatívan, hogyha már ebbe a 20 perces, 25 perces videóban még ezt tudjuk gyömöszölni, az az, hogy Brian Pellegrino ugye elmondta, hogy rengeteg tranzakció történt ugye a Layer Zero hálózatán, és ebből a 6 millió címből szerinte csak 400-800 cím valódi. Ez azt jelenti, hogy a címeknek 6, A 6-13%-a lesz csak jogosult az eldropra. Ezt ugye leírtam nektek már, amikor nyaraltam, hogy az történt itt, hogy ki akarják szűrni a Sibilt, tehát azokat a felhasználókat ki fogják szűrni, amik különböző botokat használtak, ezt még azt hiszem nyaralás előtt megosztottam veletek ezt a hírt, de közben történtek itt a dolgok, én mondom, jött jó hír is, hogy például különböző depek, akiket használtunk, azok kapnak majd extra alokációt, itt meg a negatívum része, hogy kizárják ezeket a szibil címeket, ami nem minden esetben negatív, mert a valós felhasználók, hogyha valós felhasználók voltatok, akkor nem kell valószínűleg pánikba mert akkor kapni fogtok eldropot. Itt olyanokra értem, akik például ilyen centeket küldözgettek jobbra-balra, vagy ilyen különböző hülye szoftvereket használtak, amik ilyen legeneráltak 100 címet és 100 tranzakciót megcsináltak a 100 címen. Na ők valószínűleg nem fognak kapni eldropot, kivéve, ha bejelentik ezt a Civil tevékenységet, akkor meg fogják kapni egy bizonyos részét az eldropjuknak, ami nekik járna. Szóval van még egy ilyen, hogy roll drop, ez a mandel eldropja, hogyha regisztráltok és legalább 15 dimet stékeltek, stékeltetek, bocsánat, április 30-a előtt, akkor erre mindenképpen kattintsatok rá, link a leírásba, még van legalább egy hónapotok, ide beírjátok a címeteket, amin a Dimension tokeneteket stékelitek, és akkor Tudjátok ezt igényelni, még nem fogjátok megkapni természetesen, de már az igénylést le tudjátok adni. Aztán végül is, nem utolsó sorban, Amerikába mennek a választások, hamarosan ki fog derülni hogy ki lesz Amerikának az új elnöke, és tök jó volt, hogy Trump, mindegy, nem akarok belemenni a politikába, ki szeret, de Trump ugye itt nagyjából elmondta, hogy Bidennek fogalma sincs arról, hogy mi az a kriptó, ő pedig támogatja a kriptót, Trump, és aki egy kicsit is szereti a kriptót, az Szavazzon Trumpra. Ez nekünk annyit jelent, annyit érint minket, hogyha őt megválasztanák, hiszen mi nem Amerikában élünk, mondjuk lehet valamelyik költök a nézők közül Amerikában él, őt máshogyan is érinti, viszont annyira érintene minket, hogyha Trumpot választanák meg, hogy Trump támogatja a kriptót, úgyhogy ezt röviden még itt megosztottam veletek. Egyébként, hogyha követtek itt a, a YouTube csatornán, vagy akár TikTokon, akkor láthattátok, hogy itt a privát personal brandembe megosztottam veletek rengeteg lehetőséget, ugye itt angol nyelvön, de egyébként az Affilion beírjátok, akkor van egy ilyen Affilion Web3 Twitter profil is, ez a magyar YouTube csatornához tartozó Twitterem, itt például ezt a Power-t megosztottam veletek, vagy Fever, vagy nem tudom micsodát, és itt azt is, hogy a Zonomo Podcast minden hétfőn egyszer se maradt még ki, és ezt így vettem föl mókus pajtása, a legtöbbet persze mókus beszélte, hiszen nyaraltam, de aktív voltam ugyanúgy, és toltuk ezt a podcastot, ami szintén több mint 5 órás volt, szóval kövessetek be mindenképpen ezen az Afilion LTH nevű Twitter profilomon, meg ezen a YouTube csatornához tartozón is, de mutatok nektek még valamit, ami szerintem tök jó, azon kívül, hogy van ez a táblázat, amit veletek mindig megosztok, és minden videónak a leírásában megtalálhattok, itt az összes linket, amit én csinálok, megtaláltok, összes eldrop lehetőséget, Solana, Ethereum L2, Blast L2, van ilyen, hogy napi rutin, úgyhogy ezt használjátok, ezt itt megtaláltok a videó leírásába, Elkészült a weblapom is, ami egyelőre még csak ilyen kezdetleges állapotban van, fog ez is nyilván bővülni, de már ez is elindult, és itt láthatok, hogy főoldal, itt az üdvözlő szöveg, igen, és hogy milyen tőzsdéket használok, Binance, Bybit és a MaxC, ezeket használom, plusz az OKEX-et is be fogom ide tenni, pár social media link, Patreon, Twitter, Instagram, itt egyébként ez a Zonomo Instagramra visz föl, nem a sima személyes Instagramomra, de hogyha ott követtek, akkor nyomon tudtátok követni, hogy milyen dolgok történtek velem a nyaraláson is. TikTok, YouTube, és ami érdekes, hogy a rólam fül Rövid leírásrólam, ti mondtátok, pár vélemény, amit ti mondtatok, és tanfolyamok, igen, érkezni fog hamarosan Múkus barátommal egy közös tanfolyamunk, ami már elkészült, már csak az apróbb simítások vannak hátra. Ez egy NFT kezdőknek tanfolyam lesz, ami majd innen is egyébként kattintható lesz. Ami még érdekes, hogy a cikkek, itt csak egy kezdetleges dolgot tettem be, itt majd egy-két dolgot, amit érdemes, megosztani veletek írásos formában is, ezt itt a weblapomon meg fogom veletek osztani, ennél sokkal szebb módon, itt egyébként majd elérhetők lesznek a cikkek, ez csak egy ilyen sima leírásként leírtam, ugye ez a Binance Megadrop, amiről beszéltem nektek már többször, ezt érdemes csinálni, készült volna videó is, ezt ide betettem, de egyébként sokkal szebb cikkeket fogok majd nektek itt megosztani, ha van időm, amit érdemes olvasni is, szóval itt fogjátok ezt találni, plusz itt egy Kis sárga gomb az Eldrop, ami bedobtiteket a táblázatba, amiről mindig beszéltem nektek. És végül, de nem utolsó sorba, itt jobb felül a Join Zonomo, tehát itt a zárt csoportunkhoz tudtok csatlakozni, amit egyébként innen is elértek. A Zonomo fül itt felül is megtalálható, és bedobtiteket ide. Itt tudtok csatlakozni a Zonomo NFT tagság kiváltásával, és ezáltal így tudtok egy Patreon tagságot előfizetni, havi előfizetés, és így már hozzáfértek a zárt Discord csoportunkhoz is. Ha tetszett a videó, akkor egy lájkot dobjatok rá, remélem nem volt unalmas ez a közel 25 perces videó, megpróbáltam nektek mindent összefoglalni nyaralás után, nekem is még zsizsák a fejem, hogy mi a helyzet, úgyhogy a következő videóval megszokott, rutinos, pörgős, filion Web 3 videót fogjátok kapni, de remélem ez is hasznos volt számotokra. Minden linket megtaláltok itt a videó leírásába, használjátok a táblázatomat, nézzétek meg a weboldalomat, és lájkoljátok a videót, ha egy picigét is tetszett, és a komment szekcióba írjátok le a véleményeteket, vagy a kérdéseteket. Találkozunk egy következő videóban, addig is sziasztok! A hullám vasút, sikít, a BTC esik, az altoknak fasír Már minden lompozi besír, csak a DCA, bro, ami hasít Közes is tele a terem, a bányagépeken, meg az Ether terem A gyereket ebből letetem, a fiat valutát kriptoáigetem Can I get a Hoya? 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 Adok én neked mindjárt olyan héját